Louis élete. Hát, amint látjátok, készülök a majálisra. Amióta csak az eszemet tudom, soha nem hagytam ki egyetlen majális sem. Egész évben arra a napra spóroltam. Amint odaértünk, anyukám elvitt minket a kedvenc sátrához. 5 centért, amennyi tej csak belénk fél. A tej erősíti a csontokat. Persze, a gyerekek fel akarnak ülni mindenre, játszani akarnak. Nem tejet inni. És azt akarják, hogy megnyerjük nekik a fődíjat. Azt a nagy, 2 emet állatot. Olyan nagy, hogy el sem bírják. És az ember mindent elkövet, a léggömbpukkasztást a sötétben, a tányér és a gyűrűdobást. Az én kedvencem a kosárra dobás. Ha nem pattam vissza a labda. Persze, az ember minden pénzét rákölti, és azután viszi a bóvli nyeremét. Természetesen már fél úton hazafelé elromlik. Mindjárt elkészül a különleges. Egy emlékezetes majális. Mama, éhen halok. Tessék, kóstoljátok meg, fiúk, a legújabb alkotásom. Ez büdös, mint a tornacipőm. Louis, az, hogy fura szaga van, nem jelenti azt, hogy nem finom. Kóstold meg szépen, tonhalas ragú egy kis extra meglepetéssel. De mi a meglepetés? Sardella! Hey, jól hangzik! Miért nem a sajtos makaronival nevezel? Minden második nap ezt főzöl. Persze, nekem ez is ízlik. Félre ne érts, de sajtmániás vagyok, eh? Köszönöm, Andy, de tudod, nem árt a változatosság. De ennek a változatosságnak ugye semmi köze ahhoz, hogy az idén Johnny Love adja át az első helyezettnek járó kék szallagot, igaz? Tudod, lehet, hogy Johnny Love a kedvenc énekesem, de... Andy, ne viccelj! Gyere, Louis! Adjuk anyádra a konyhát, és végezzünk férfi munkát! A te munkádat? Ezt hallottam! Na, kezd el zsínozni! De, apa... Ne siránkozz! A háborúban mi nem kaptunk ilyen modern gépzsírt a tankokhoz! Fűzsírt kellett használnunk! Még szerencse, hogy a mi családunk hagyományosan bővelkedik fűzsírban. Büszke egy nép vagyok. Fiam, íme a John Doe XR23-5. És most már mindent tudok róla. Rajta, kérdezz bármit, gyermekem. Mi a... Ennek a csoda traktornak a motorja 360 lóerős, 12 szelepes, 6 hengeres. Gyorsabban felszántja a földet, mint a Kansas-i tornádó. Kérdezz még rajta, ha? Rendben, mennyit? És van rajta egy különleges kapcsoló. Egy gombnyomásra indul. Elég egyszer megnyomni ezt a gombot, a motor beindul, és semmi sem állhat az útjába. gyorsabban. Ha? Mennyi a súlya? Örülök, hogy kérdezed. Ennek a modellnek a súlya, hát nehéz. Honnan tudnám? Feküdj le! Mindjárt átmegyek rajtad, és akkor megtudod, jó? Andy! Csak vicceltem, drága. Meglepetésem van a számodra, fia? Tessék, mivel az idén idősebb vagy, mint tavaly voltál? Látom, szülinapomra már nem kapok tortát. Mivel az anyád nem ér rá a fűzőverseny, én pedig a traktor eladás miatt, az a meglepetés, hogy ma felnőtt felügyelet nélkül kószálhattok a majálison. Ráadásul kaptok 10 ingyenjegyet, amivel bármire felülhettek. 10 menetet mehettek. Ez azt jelenti, hogy az idén végre meghódíthatod a sárkányvasutat. Louis, fél a sárkánytól! Louis, ha nincs kedved hozzá, akkor nem kell felülnöd arra Louis, a sárkányvasutra, hiszen mindenki emlékszik arra a szörnyű balesetre, ami Kenosában történt. Az csak pletyka! Még a híradóba se került be! Tudod, az egyik kocsi lerepült a sínről, átrepült a szomszéd megye legelőjére, és néhány tehenet úgy megijesztett, hogy elapadt a tejük! Az Isten szerelmére ne hallgasd ezt az ellenpropagandát! Nem félek a sárkányvasúttól, apa. Felmerek rá ülni, ha akarok. Ez az Anderson szellem. Csak éppen nem akarok. Tommy, segíts nekem, légy szíves. Tessék, Louis. Yeah. Mindjárt indulhatunk, Andy. Csak még ledarálom a húst, és megpucolom a szamócát, amit a tetejére teszek. És miután elkísértél a vécére, mulassunk együtt a barátaiddal.
Ugye már, mama! Őt nem hagyhatjuk a kocsiban! Az öcséd, Louis! Letekerjük az ablakot! A kukoricára pedig allergiás vagyok, de szeretem, úgyhogy próbálj meg tőle távol tartani, jó? Foglald össze az utasításokat! Rajta, szálljatokba a nótába! McDonald'snak volt egy farmja, ijá-ijá-hó! Baby, ilyen sima utat! McDonald'snak volt egy farmja, ám még a kormány el nem vette tőle. Ijá-ijá-hó! Üdvözöljük a főzőverseny résztvevőit! Igyekezzetek, fiúk, a bödöm mindjárt elolvad. Alig várod, hogy látasz Johnny lábot. Nézzétek, fiúk, az ott Sally Tubbs. Édességben ő a cintidő, de bizonyára eltévedt. Ó, Sally! Na csak, ora Anderson, édesem, megint ugyanabban a ruhában. Mindig is a kedvencem volt. Óra, tényleg? Nem kell összekötnöd a gyerekeidet, mint a szarvasmarhát. Az idén először maradnak egyedül. Nem, úgy értem, felesleges drága, hiszen két ilyen gyermek kitűnik a tömegből. Ne haragudj, Sally, de ez itt a főző sátor. Az édességverseny három sátorral arrébb van. Az édességgel már nyertem, meguntam. Úgy döntöttem, az idén én is főzök. Hát... szívesen fogadjuk az új riválisokat. Készülj a vereségre, Anderson! Ne aggódjon, arra mindig készen állunk. Nem vagyok állat! Gondoltam, oda köthetnénk Tomit a traktorhoz, ő lehetne a kabala figura. Ja, persze. Vegye meg ezt az új XR2350-est, egy gyerekkel is elbír. Itt vannak a jegyek, menjetek szórakozni, jó? Most kezdődik a birkanyíró verseny. Bazz. Nem, fiam, az idén nem. Tartanunk kell a frontot. Nem látod, hogy vevőim vannak? Na menj már! Apát nem láttam még ilyen lelkesnek. Olyan volt, mint egy felelősségteljes cégvezető. Hé, haver, hol nyerted? Első hely a birkanyíró versenyen. Recsett 10 perc alatt megborotváltam egy egész század újoncot! Megnyertem volna a birkanyíró versenyt is. A díj engem illetne! Mennyit ír el ez a traktor? Sokat, nekem elérheti! Elnézést! Harmadik Dexter Cahill vagyok, és traktort szeretnék vásárolni. A pénz nem akadálya, legjobbat akarom. Olyan kell, amit egyszerű működtetni, mert hogy... hát elégedjen meg annyival, hogy negyedik Dexter Cahill alig, ha lesz osztályelső az iskolában. Értem, mire gondol. Nos, szerencséje van, mert ezt pofon egyszerű működtetni. Elég megnyomni ezt a zöld gombot. Egy gombot? És abban a pillanatban 360 lóerőt szabadít el. Nem akár mekkora ménes. Várjon, Cibora. Először körülnézek, az összes traktort szeretném látni. Azt mondják, a gyerekek nem félnek, pedig talán csak meggondolatlanok. Túl kicsi vagy. A kicsitnek valóra ülünk fel. Én nem vagyok kicsi! Tere! Rendben, fiam! Beszállás! Letolongjatok, különben elzavarom az egész magát! Ez fasznak tűnik. Ja, annak. Hé, nem vagy te túl koros a lassú hullámhoz. Az öcsém miatt vagyok kénytelen felülni erre. Ő még kicsi. Nem vagyok kicsi! Én a nagyokra akarok felülni! Nézzétek csak Lucy-t! A legveszélyesebbekre ül fel! Vigyázz, Waterloo! Tengerrengés! Összesen 10-szer mentem a sárkány vasúton. Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy még egyszer felülsz, és viszont látod azt a pulykacombot. Nem, ez a csúcsom. Mentél már rajta, Lulu? Én pont most vettem egy hotdogot, úgyhogy egy órát még várnom kell. Nem is ettél! Lou fél a sárkányvasúttól! Lou fél a sárkányvasúttól! Lou fél a sárkányvasúttól! Lou fél a sárkányvasúttól! Hihetetlenül tiszta gép! Nem igaz, uram? Nézze csak! Ebben még rádió is van! A countryt szeretem! Azt meghiszem? Rajta! Jöjjön ide! Bemutatom a Blue Oxot! Ha Paul Bunyonnak elég erős volt, önnek is megfelel. A pórászhoz nincs szájkosár, hagyd abba a majomkodást, égetsz! Hé, Louis! Felülsz velem erre, Louis! Lássuk csak, egy majomkölyök pórázom, vagy egy csinos lány. Megmondalak! Azt nem mondták, hogy nem köthetlek ki. Ech,
megkeserülök! Imádom ezt a mixelőt, a legmodernebb, még sosem hagyott cserben. Ora, szeretném bemutatni a barátomat, a villanyáramot. Ó, én inkább régi módian főzök. Vettem észre. Figyelj, drága, meg kell adnod a nokedli receptjét. Hogy is kell csinálni? Két csésze lészt, és amennyi víz, gyors tűzön főzni, és meddig kell a tűzön hagyni? Amíg ki nem jönnek a tűzoltók? Jaj, szentségnek! Az alapom, mit tettem? Oh. Drágám, a következő trükköd nem csirketej leharapás, ugye? Istenem, de hogy? Most nem, vegetáriánust készítek. Én nyertem a disznóhívó versenyt. Suzi, 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 gyerünk, Suzi. Hé, gáz, sikerült. Nézd, már jön is a felesége. Hé, Jenny, szerintem rossz sorba álltunk. Ezek itt a sárkányvasútra várnak még. Tudom, már alig várom. El se tudom képzelni, ki akarna bemenni abba, milyen szerelem alagútba, ugyan nevetséges. Te mit készítesz, Sally? Egy egészen mesés finomságot, hát te? Ó, még nem döntöttem el. Még csak felkészülök, érted? Hámozok, szeletelek. Vajat olvasztasz? Az apukádnak viszed, ha? Nem, az enyém. Én nyertem meg a lepényevű versenyt. 9-et ettem meg. 9-et? Az csak előétel. Gyere vissza és hozd az étvágyadat is. Uraim, van még idejük benevezni a síros malacfogó versenyre. Itt a Park Pavilon arénájánál. Az első díj egy nagyszerű modern motorcsóra. Na, elég. Én mentem, meg kell gyertem azt a csomagot. Siess már, Louis, nyitva van az ajtó! Ilyen magasnak kell lenni, hogy felülhet. A szabály, Jenny. Te ülj csak fel! Ne izgulj, felengedlek! Louis, hova mész? Mondom, felengedlek! Nem, nem akarom bajba keverni. Gyere ide, Tommy! Majom gyerek! Most honnan szerezzek öt jegyet? Köszönöm! Egészségedre! Már megint te! Eltalálta! Tommy! 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 Úgyhogy visszajöttél, kölyök? Ne, elhagytam az öcsémet. Nem látott egy ekkora gyereket, aki úgy viselkedik, mint egy majom? Atyaék, csak ma 1 millió gyereket láttam. Hadd gondolkozzam, milyen ruha volt rá a kis haszontalanom? Ilyen. 10 perc múlva jövök. Nos, fiam, akkor a Blue Oxot vesszük meg. Nocsa! Hát, kölyök, én már rengeteg mindent veszítettem el. Öcsikét is hagyottál? Nem. De tudom, hogy mit érzel. Tudod, én javítottam a nagy sörgőket. Például a sárkányvasút? Pontosan. 1 percre átad fordítottam, nem vettem észre, hogy egy csavar kilazult. Mi történt? A kocsi elrepült, Kenosában landolt. A tehenekről már hallottam. Azért irányítja a kicsiknek valókat? Pénzegy. Egyszer úgyis visszakerülök. Hé, Pák! Egy kölyök nem hajlandó leszállni a sárkányvasútról. Mi van rajta? Sárga Jackie. Ő az! Kérlek, hozd le, Pák! Te veszetted el, te keresd meg! Fel kell ülnöd rá, öregem! De hát az a sárkányvasút! És arra van. Jöjjenek, emberek! Erről nem maradhatnak le! Gratulálok! Öregem! Nagy voltál! Jensen 31 másodperces rekordját! Az utolsó két induló Andy Anderson! Íme Effie!
palacon. Ezt tölts meg, Anderson! Andy, most foglalja el a pozíciót a kanálba és csinálnál! Csónak, igen. 34 másodperc és az enyém lesz a csónak. Ugyan a barátomban élni a Tomi! Tomi! Nem szállok fel, csak a kis öcsémért jöttem. Megdöntöm Glenn csúcsát, 12-t megyek. Gyere! Te nem parancsolsz nekem! Figyelj, szállj már fel! Hát mi a legrosszabb esetőség? Kirepülsz a mezőre és megjesztesz néhány terhet, nem nagy? Nem kell felülnöd a sárkányvasútra. Örökre ott maradhatsz mellettem, megtanítalak dzsemmet készíteni. Louis, itt vagyok! Most vagy soha. Jó reggelt kívánok, vesztes! Rendben. Rendben, szörnyetek, lássuk, mit tudsz. Nem te, a vasút. Állítsák meg a traktort! Jéééé! 30 másodperc! Kocá! Az eredmény 31,5 másodperc! Nagyon közel járt, mégis oly távol! Kérem, mondja, hogy a csónakot hívják Effinek! Most kaptam az értesítést, hogy elszabadult egy traktor, és itt már erre tartozik, egy fenevénybe! Kedves közönség, már is kezdődik a Baba Szépség verseny eredmény hirdetése. Megállítom! Köszönöm, megmentette a gyermekemet, köszönöm! A leégéstől, hölgyem, rossz helyen jár! A tehén szépségverseny arra van! Soha életemben nem láttam még ekkora pusztítást, megveszem! Hű, micsoda reklám, jöhá! Hé, de jó! De jó! Hé, Glenn, két bódéval arra egy finom turmixokat lehet kapni. Pattanjatok fel, fiúk! Indulnunk kell a főzőversenyre! Hol szerezted azt a malacot? Srácok, bemutatom Effi! Effi! Te mihez öltöztél? Főzésed vagy csatára édes? Ó, olyan ostoba vagyok. Teljesen elkapott a versenyláz. Nem volt szórakoztató. Most hallgass végig, katona! Ez a te legkedvesebb hobbid! És a legkedvesebb napod! Ne hagyd, hogy kizökkentsenek! Rajta, katona! Kezdj el élvezni a majális! Ez én vagyok! Kész vagyok! Győztes cimatolok! Nézd, ott van Johnny Love, a mindenit! Nos, lássuk a következőt! Hello, ora! Üdvözlöm! Nagyon finom illata van! Makaróni, egy kis házi sajttal, és egy apró meglepetéssel. Ó, mi a meglepetés, édes? Sonka, morzsa. Sally Tubbs, örvendek. Kérek kis sörbetet, hogy lemossa az ízlelő bimbót. Nem, köszönöm. Inkább gyorsan adjon egy kanállal az ételből, édes. Ezt becsinált Angelo módra, négyféle sajtból készült szufléval. Ez tényleg nagyon finom. Díjat érdemel. De nem az elsőt. A kék szalagot ugyanis ez a fogás kapja. Én? Jézus, mama! Ó, köszönöm! Sonka morzsa, mi abban a különlegesség? Az enyémben volt bor, import sajt! A konyhában süt és főz, ma is lett az első. Főzés belé a nyerő, éjjel a szakács királynő! Bár csak maradtam volna az édességnél, nagyszerű süteményt tudok sütni, komolyan! Most meg mit bámul mindenki? Hé, Andy haver, jössz horgászni! Én hozom a csónakot, te meg a szalonnát! A majálisok jönnek-mennek, de aznap hazafelé menet az autónkban volt egy kis büszkeség, egy kis diadal.
meg egy Effi nevű malac, amely sok helyet foglalt.